Dicsőség az Úr Jézus nevének! Már tanulmányoztuk az áldozatokat, különösen a vétekért való áldozatot. A héberben a vétekért való áldozat az asham. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy az angol shame, szégyen szó ebből származik, de van sok angol szó, ami a héberből ered. Még az angol szásznak is vannak zsidó gyökerei. Sok szó, például az angol kaf, manzsetta szó, a héber kaf betűből származik. Tehát az asham lehet a szégyen szó. A vétekért való áldozatra a modern, vagy inkább újfordítású Bibliában azt mondják, bűnösség áldozat. És pontosan ezt jelenti. Az asham áldozat nem annyira a bűn áldozat. Van bűnért való áldozat is. A King James-ben ez a vétekért való áldozat, de az asham szó szerint bűnösség, a bűnösségért való áldozat. És ebben a négy vagy öt áldozatban, ha elválasztod a vétek áldozatot a bűnért való áldozattól, néhányan összerakják, és így négyféle áldozat lesz a három Mózesben, de ha elválasztod a bűn és a vétek áldozatot, akkor ötféle áldozat van. Ebből az ötféléből három önkéntes, ami azt jelenti, hogy hozhatod, amikor csak akarod, például amikor áldozattal akarod imádni Istent. Ez szabad akaratból való áldozat. Ez nincs rád erőltetve, nem kényszer, nem kötelező. Tehát ez a három áldozat, az égő áldozat, olá, az étel áldozat, minká, és a selamim, a béke áldozat. Ez a három önkéntes áldozat. Az utolsó kettő, vagy egy, ha összerakod, a bűn és a vétek áldozat, asham, ezek kötelezőek. Ha bűnt követtél el, bűnért való áldozatot kellett hoznod. Ha vétkeztél az Úr szent dolgai ellen, vagy a szomszédod ellen, vétekért való áldozatot kellett hoznod. Megtanultuk múlt héten, hogy amikor vétkeztek, áldozatot hoztak, közel kell húzódnod Istenhez. Ne szaladj el Istentől. Aztán érintettük, hogy József, Jézusnak egy előképe azt mondja a testvéreinek, Gósen földjére helyezlek titeket. Héberül a Gósen azt jelenti, hogy közelség, a közelség helye. Emlékeztek? Minden hatalmával látta maga előtt a testvéreit, minden hatalmával és pozíciójával, és hogyan használta a hatalmát? Azt mondta, testvéreim, én vagyok József, kérlek, gyertek közelebb hozzám. És ezek voltak azok, akik pénzért eladták őt évekkel ezelőtt. És ez Jézus képe, amikor visszatér Izraelhez, azt mondja majd nekik, én vagyok a testvéretek Jézus, gyertek közelebb hozzám, és ne haragudjatok magatokra, miért eladtatok. Csodálatos. Csodálatos kegyelem. Szeretnék néhány olyan dolgot mondani, ami azt gondolom, hogy foglalkozik a közelhúzódás témájával. Mi mind közel vagyunk Istenhez, mind közelségben vagyunk vele, de ez egy hely, egy pozíció. Ha megnézitek az Efézus 2-t, azt mondja, annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, Pál apostol itt a pogányokhoz beszél. Egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevezett, amaz úgynevezett a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, más szavakkal a zsidók titeket körülmetéletleneknek neveztek. Emlékeztek, Dávid mondta Góliátról, ki ez a körülmetéletlen filiszteus? A körülmetélés ötletével nem nyersek akartak lenni, csak azt mondták, neked nincs szövetséged, nekem van. Akkoriban a szövetséget a körülmetélés tükrözte. Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek és az ígéret szövetségeitől távol valók. Azt mondta, mielőtt üdvözültetek, pogányok voltatok, távol voltatok Istentől. Idegenek voltatok Isten minden Izraellel való szövetségi ígéreteitől. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, a pogányok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. És vedd észre, hogy ez a közelség nem attól függ, hogy te mennyire vagy jó, nem is attól, hogy mit tettél, hanem közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Kiontatott a vér? Igen. Közelvalóvá lettél a Krisztus vére által. Mennyire vagy közel?
annyira, amennyire csak Krisztus vére közel tud hozni. Bár pozíciónkat tekintve közel vagyunk, az érzéseink valódi probléma keresztény járásunk során. Van, amikor azt érezzük, hogy Isten messze van, és van, amikor azt, hogy nem is vagyunk hívők. Néha depressziót, lelkesedést, izgatottságot, vagy nagy depressziót érzünk. De a lényeg, hogy az érzések nem megbízhatók, Isten beszéde viszont az. És Isten beszéde azt mondja, hogy közel vagyunk. Tehát fel kell ismernünk a közelségünket, sütkéreznünk kell benne, belénk kell ivódnia, élveznünk kell azt. A zsidó 10:1 azt mondja, minthogy a törvényben a jövendőjóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletességre jutatni az odajárulókat. A tökéletes szó az előző fejezetek alapján a lelkiismeretre vonatkozik. Nem vagyunk tökéletesek a viselkedésünkben, de tökéletesek vagyunk a lelkiismeretünkben Isten előtt. Hogy miért? Második vers, különben megszűnt volna az áldozás, mivel hogy az egyszer megtisztult áldozók, és itt az egyszer szó azt jelenti, hogy egyszer és mindenkorra, hapax, többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. Az egyik dolog, amit az emberek elleneznek a kegyelem tanításaiban, az az, hogy azt mondják, hogy mi nem adunk esélyt az embereknek arról, hogy bűntudatuk legyen, ami pedig egy jó dolog. Van az az elképzelés, hogy a bűntudat jó, mi meg azt tanítjuk, hogy ne legyen bűntudatod. Az van, hogy bármennyire is nincs bűntudatod, egy ilyen világban, amiben élünk, mégis lesz. Az embereknek segítségre van szükségük a bűntudatban és károsztatásban. Nem igaz az az elképzelés, hogy ha bűntudatod van, akkor szentül fogsz élni. Mert a törvény által a bűn ismerete, a bűntudata, a bűntudatosság van. És mi történt, miután Izrael megkapta a törvényt? Olyasmit követtek el, amit nem tettek azelőtt, mielőtt megkapták a törvényt. Aranyborjút csináltak, amikor tulajdonképpen azt mondták, amit csak Isten parancsol nekünk, mi azt meg tudjuk tenni. Igen, ezt mondták, de az aranyborjúval a test cselekedetével végződött. Tehát nagyon világos, hogy ahogy a bűntudatába kerülsz, ez azonnal bűnt eredményez. Ez azt jelenti, hogy mi azt mondjuk, hogy tökéletesek vagyunk, bűn nélküliek? Nekünk még mindig van tudomásunk a bűnről? Igen. Ilyen értelemben megvalljuk a bűneinket. Amen. Nem azért valljuk meg őket, hogy meg legyenek bocsátva. A megvallani, homologeo szó, azt jelenti ugyanazt mondani, amit Isten. Tehát azt, hogy vétkeztünk, de Isten megbocsátotta azt Krisztusban. Tehát sosem tanítottam azt, hogy nincs bűnünk. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, hazuggá tesszük Istent. Nézd a kontrasztot. Ha megvalljuk a bűneinket, és azt, hogy azt mondjuk, hogy nincs bűnünk. Ez ellentétes egymással. Az egész elképzelés abban van, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nincs bűnük. Ők a gnosztikusok. Mi soha nem mondtuk ezt. Ha nincs bűnöd, akkor minek vallod meg, hogy én vagyok Isten igazsága Krisztusban? Amen. Tehát a Biblia azt mondja, hogy azok az áldozatok, a tulkok, a bárányok, amiket évenként vittek a zsidó oltárokra, ha csak egyszer is működtek volna, akkor az egyszer és mindenkorra megtisztult áldozóknak nem lett volna többé bűntudatuk. Ez a Biblia, emberek. Ha lett volna egy működő áldozatuk, akkor többé nem lett volna bűntudatuk. Ha megértitek, hogy Jézus mennyire túlfizetés minden bűnünkért, akkor bátran fogtok Istenhez jönni. Közel húzódtok Istenhez. És ha tudjátok, hogy a bűneitek megbocsátattak olyan módon, hogy Isten megdicsőült, a szentsége érvényesült, itt nem volt kompromisszum a szentségével, a szentsége megdicsőült az ő fia halálában. Mert a törvény megkívánta a büntetést. Jézus teljes mértékben megfelelt a büntetésnek, és Isten minden isteni követelésének velem és a családommal szemben, az igazság és szentség követeléseinek teljesen megfelelt Jézus vére. Hadd mondjam ezt így, tisztelettel. Ez majdnem olyan, mintha a vér ráfröccsenne az oltára, és Jézus azt mondaná, ez elég, atyám. Barátom, ez több, mint elég. Isten megdicsőült, a törvénye felmagasztaltatott.
Jézus soha nem szegte meg a törvényt, ő betöltötte azt. Mi nem vagyunk a törvény alatt, mert ő betöltötte, nem pedig megszegte azt. Betöltötte. Értjük ezt? Ha Istenhez jövök, és bűnadósság van a lelkiismeretemben, ha tudom, hogy valaki fizetett értem, és az a valaki azt látja, hogy én még mindig elkerülöm azt a másik szemét, még mindig úgy viselkedem, mintha tartoznék, akkor nem érezné sértve magát az a személy? Nem érezné úgy, hogy meggyalázom a nagy lelkűségét? De mi van akkor, ha ő kifizette a tartozásom, és senki sem mondja el nekem? Ez a világ története. Ők elkerülik Istent, mert a szívükben azt gondolják, Isten szentséget vár el tőlem, de én azt nem tudom teljesíteni. Isten sok dolgot elvár tőlem, úgyhogy jobb, ha nem is gondolok Isten létezésére. Vannak hívők is, akiknek a lelkiismeretében bűnadósság van. A szószékről való nagyon rossz kommunikáció miatt, ami nem világos. Sajnálom, hogy ezt mondom, de vannak még prédikátorok is, akik bűntudatot okoznak, hogy aztán elmondhassák, hogy tedd ezt meg azt, hogy aztán azt megtéve jól érezd magad, mert ez enyhíti a bűntudatod. De mi van akkor, ha a cselekedeteid holt cselekedetekből való áldozatok? Ekkor nem jó cselekedeteket viszel Istennek, és ez nagy különbség. Amen. Befejezésül nézzük meg a három tény fejezetét. A zsidó 10. De azok az áldozatok esztendőnként bűnre emlékeztetnek. Vegyétek észre, hogy a semmi bűntudat szemben van azzal, hogy bűnre emlékeztetnek. Úgy tűnik, mintha az egyház azt mondaná, emlékeztetnünk kell az embereket a bűneikre, ahelyett, hogy ez a Joseph Prince azt tanítja, hogy nincs többi károsztatásunk. De valójában én állok Isten oldalán. Én tanúskodom a mi Úr Jézus Krisztusunk tökéletes, teljes művéről, ami annyira dicsőíti Istent, hogy ez az egyetlen áldozat a bűnökért mindörökre hatékony, így nem kellene többé bűntudatunknak lennie. Nem kellene többé olyan tudatunknak lennie, mint a zsidóknak az Ószövetségben. Évente kellett áldozatot vinniük, mert az áldozat sosem volt tökéletes, ezért nem volt tökéletes lelkiismeretük. Nekünk azért van tökéletes lelkiismeretünk, mert tökéletes az áldozatunk. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Ekkor ezt mondotta, íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Tehát az első tény a háromból, az első tény Isten akarata. Emlékezzetek, Jézus azt mondta, nem mindenki, aki Uramnak szólít, hanem aki cselekszi az én atyám akaratát. Mi az atya akarata? Itt láthatjuk, Jézus azért jött, hogy Isten akaratát cselekedje. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat. Tehát az első dolog Isten akarata. Mi Isten akarata? Eltörölni az elsőt, megalapozni a másodikat. Mit jelent ez? Eltörölni az Ószövetséget, amiben ha engedelmeskedsz, akkor megáldalak, ha engedetlenkedsz, megátkozlak. Isten akarata ezt eltörölni és elhozni a másodikat. Mi a második? A kegyelem. Tehát az első a törvény, a második az Új Szövetség, a kegyelem. Tehát az első tény Isten akarata. Amely akarattal szenteltettünk meg, elválasztattunk egyszer és mindenkorra, a megszentelni szóból van a szent, a Jézus Krisztus testének megáldozása által. Tudjátok, hogy egyszer és mindenkorra szentek vagytok az Isten előtt való helyzeteteket tekintve? És a szentek minden áldása rád jön. Amen. Második tény. És minden pap naponként szolgálatban áll. Az Ószövetségben álltak, ami azt jelenti, hogy nem ért véget a munkájuk. És gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban, ami Úr Jézusunk, örültök, hogy eljött emberként? Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért mindörökre ült az Istennek jobbjára. A világ nem is ismeri ezt a verset, mert maga az egyház sincs megalapozva ebben. Jézus ma az Atya jobbján van, de nem azért ült le oda, mert ő Isten fia. Mindig Isten fia volt.
Azért ült le, mert a bűneink el lettek törölve egyszer és mindenkorra. Ha okos vagy, akkor te is le fogsz ülni, mert amikor te felállsz, ő leül. Amikor te leülsz, ő elkezd dolgozni. Ez az ő működési módja. Mi Krisztussal ülünk. Dicsőség Istennek. Amikor mi nyugalomban vagyunk, ő akkor munkálkodik. Menjünk az utolsó tényhez. Bizonyságot tesz pedig erről mi nekünk a Szent Szellem is. A Szent Szellem bizonysága. Tehát az első Isten akarata, a törvény eltörlése és a kegyelem behozása. A második Jézus műve, az egyetlen áldozat a bűnökért örökre. Egyszer és mindenkor a bűnbocsánatunk van. Amen. És most a harmadik, a Szent Szellem bizonysága. Látjátok a hármas Istent? Isten akarata az Atya, Jézus műve a Fiú és a Szent Szellem bizonysága. A Szent Szellem bizonysága először is azt mondja. Ez az a szövetség, amelyet kötök velük a manapok után, mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Ezek a törvények a szabadság tökéletes törvénye, a szeretet királyi törvénye, az élet szellemének a törvénye. Ezek az új szövetség törvényei. Következő vers, azután így szól. Ez a Szent Szellem bizonysága. És az ő bűneikről és álnokságaikról, mondja Isten, többé meg nem emlékezem. És itt a többé nem egy erőteljes tagadás a görögben. Két szót használ a tagadásra. Két különböző tagadószót tesz össze a görögben, így a legerősebb tagadást adva. Semmiképpen soha nem fogok megemlékezni újra a bűneidről. Az utolsó résszel fejezzük be. Mivel, hogy azért, atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő útgyanánt, az Ószövetséggel összehasonlítva, ők minél közelebb mentek Istenhez, a bűneik miatt a megfelelő előkészület nélkül meghalhattak. Istenhez szent félelemmel, izgalommal kellett menniük. Ha nem készültek föl megfelelően, holtan estek össze. Uzziás király vakmenően bement és leprával sújtatott. Ki kellett futnia. Tehát Isten jelenléte félelmetes volt, és Isten továbbra is félelmetes, de ő most a mi atyánk a kiontott vér miatt. Szeret minket, és van egy új és élő út. Szeretem az új élő fordítást, amely ezt mondja. Ő egy új és életadó utat nyitott. Az Ószövetségben egy régi és halálos út van. Ma egy új és életadó út. Ha beteg vagy, minél közelebb jössz Istenhez, életet veszel a sejtjeidbe, izmaidba, csontjaidba. Halleluja! Minél inkább jössz, annál inkább adatik neked az élet. Ez egy új és élő út. És az új szó a görögben nem a szokásosan használt szó az újra, hanem azt jelenti frissen megöletett. Egy frissen megölt áldozat. Ez egy új és élő út, ami azt jelenti, hogy ami Istent illeti, Jézus halála épp most történt. Ebben a szellemben kell Istenhez jönnöd. Az ő vére megadta neked a jogot, hogy ott légy. A vére eltörölte a bűneidet, így Isten az ő fiában néz rád. Amen. 21. vers, és lévén nagypapunk az Isten háza felett. Van főpapotok? Az ő neve Jézus. Járuljunk hozzá, közeledjünk hozzá, igaz szívvel, a hit teljes bizonyosságával. Az olyan tanítás, ami a hit teljességének bizonyosságánál kevesebbet ad neked, az nem Istentől van. A jó, isteni tanítás, a Szent Szellem tanítása, a hit teljes bizodalmát adja az embereknek. Nem ez a talán üdvözülsz, talán nem. Hallottam egyszer egy prédikátort ezt mondani. Nem tudom megmondani, hogy ki üdvözül és ki nem. Azt sem tudom megmondani, én üdvözültem-e. Akkor szállj le a szószékről, ember. Sértegeted Istent. A Biblia azt mondja, ezeket azért írtam nektek, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van. A Szent Szellem ott áll a menny bírósági tanújaként, és te azt mondod, nem hiszek neked. Ezt mondod. Miért vagy te ott? A pénzért? A fizetésért? Na, hadd fejezzem be. Ez az egy a sajátom volt. Dicsőség Istennek! Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől.
Mi a gonosz lelkiismeret? Amikor Istenhez jössz, az ilyen lelkiismeret ezt mondja, még mindig tartozol Istennek, vétkeztél. Emlékszel, mit tettél tegnap? Vagy ma reggel? Vétkeztél. Ez egy gonosz lelkiismeret. Jobb, ha Krisztus vérét látod, és nem azt, amit tettél. És ha van egy rossz szokásod, amikor Istenhez jössz, mind eltöröltetik. Ámen. Ne legyünk olyan, mint a világ. Ne viselkedjünk úgy, mint a világ. Ne nézzük le úgy az embereket, mint a világ. Azért legyünk ott, hogy felemeljük őket, legyünk a barátjuk, és legfőképpen hirdessük szavakkal és élettel a mi Úr Jézus Krisztusunk evangéliumát. És ez nem arról szól, hogy Isten elkap téged, hanem arról, hogy Isten megbocsát, megáld, és az életedet bőségessé teszi. Amen. Thank you for tuning in to our broadcast. You have watched highlights of a sermon by Joseph Prince. To order a copy of the full sermon, which is a